Ülésezett a Kunszövetség, Tiszaszent Imrei fejlesztések, mobil ivartalanító állomás Tiszaburán, kötelező a maszk a Szent Annaiban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 9-én 18 óra 5 perckor. Karcagon a lovagi udvarban tartotta közgyűlését a Kunszövetség. A megjelent tagokat, meghívott vendégeket, a kis és nagy kun kapitányokat, a nagy kun települések polgármestereit, a Somogyi Kunok Egyesületének, a Karcagi Talpasiász Egyesület és a Kunszentmiklósi Iloncsuk Szabad Csapat tagjait F. Kovács Sándor elnök köszöntötte, majd a napirendek előtt a jelenlévők egy perces néma felállással emlékeztek az elmúlt időszakban elhunyt tagtársaikra, Kovács Károlyra, Olá Lajosra, Ozsvágy Sándorra és dr. Vécsey Eszterre. Az elnök ezt követően ismertette a szervezet tavalyi évben végzett munkáját, melyet nagy mértékben korlátozott a pandémia, így kevesebb programot tudtak a tagok által képviselt hagyományőrző szervezetek is megvalósítani. Így januárban a Kazak Köztársaság új magyarországi nagykövetével, Abdrasob Zanibekkel találkozhattak Karcagon. Koszorúztak március 15-én és május 6-án a redemciós megemlékezéseken. Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére Karcagon a Petőfi szobornál tagjaink koszorút helyeztek el. A karcagi Millenniumi Emlékparkban május 6-án a redemciós megemlékezésen tagjaink szintén megemlékeztek és koszorút helyeztek el. Május 8-án Karcagon tagjaink koszorút helyeztek el a Kovács Mihály huszárezred emlékére állított dombornűnél. Szeptember 13-án tartottuk a tisztújutó beszámoló közgyűlésünket. Szeptember 15-én búcsúztattuk a tragikus körülmények között elhunyt Horváth György emeritus nagykun kapitányt, egyesületünk elnökségi tagját, hiánya azóta is fájó, hiszen tragikus gyorsasággal és tragikus körülmények között hagyott itt bennünket. Szeptemberben Édes Hazánk Arany Szabadságunk címmel pályázatot írtunk ki középiskolás diákok számára. A Jászkun önmegváltás 275. évfordulója alkalmából esszéírás, videófilmkészítés kategóriában. Azt gondolom, hogy sikeres volt, megmozgatta a diákokat, de a következő pályázat, amit akár a múltunk, akár a kultúránk feltárására diákoknak fogunk meghirdetni, azt gondolom, hogy még nagyobb reklámot tudunk tenni. Most előjáróban annyit, hogy egy újabb pályázatot szeretnénk kiírni, főleg középiskolás diákok számára. Ennek két elnökségi tag már az előkészítésében részt vesz, az elnökség döntött, Kun Csaba és Fejes György tagtársunk fogja ezt az előkészítő munkát végezni. Október 3-án Györfi István néprajztudósra emlékeztünk Karcagon, a Múzeum Parkban található szobornál. Október 6-án a Nemzeti Gyásznapon, Karcagi Millenniumi Parkban található emlékműnél rendezett megemlékezésen Györfi Sándor, Jászkun főkapitány emlékező gondolatait követően az egyesületünk képviselői koszorút helyeztek el, tisztelegve az aradi vértanúk emléke előtt. November 3-án tagjaink Karcagon koszorút helyeztek el Németh Gyula turkológus szobránál 130. születésnapja alkalmából. Az idei év rendezvényeit is jelentősen befolyásolta a COVID-19-es vírus, így minimálisra csökkentek a rendezvények, sorolta az elnök. Én azt gondolom, hogy a magyarországi kunok egy nagyon nagy és összetartó társaság, hiszen nem csak a kiskunság, nem csak a nagykunság, hanem még Somogy megyéből is jönnek a közgyűlésre kunok. Nagyon sok rendezvény volt, nagyon sok kiadvány, nagyon sok tudományos munka. Én azt gondolom, hogy a Covid járvány ellenére is egy nagyon aktív évet tudunk magunk mögött. Nagyon sok kiadvány, könyv, tudományos munka lett kiadva, nagyon sok rendezvényen, pályázaton, versenyen vettünk részt, és ezeket díjaztuk is fiatalok részére. Azt gondolom, hogy
pozitív évet tudhatunk magunk mögött. Ez egy rendhagyó év volt, hiszen tavasszal a Covid harmadik hullámában nagyon sok rendezvényt nem tudtunk megtartani, nem tudtuk a közgyűlést megtartani, de ennek ellenére is egy nagyon szép, nagyon bőséges és aktív évet tudhatunk magunk mögött. Nagyon sok tudományos munka született a KUNOK életéről, nagyon sok pályázatot hirdettünk meg fiatalok részére, pályázaton vettünk részt, nagyon sok rendezvény került megtartására. Ahhoz képest, hogy ez egy rendhagyó év, ez a 2021-es év, így is egy nagyon szép évet és egy nagyon gazdag évet tudhatunk magunk mögött. Én bízom benne, hogy a jövő év egy még szebb, még gazdagabb lesz, hiszen úgy készülünk, hogy rengeteg programunk lesz, rengeteg tervünk van, és bízunk benne, hogy egy még aktívabb, még szebb év fog következni. Barna Gábor kunszentmártoni tag által írt, és a Kunszövetség által is támogatott könyvekről és arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megalakult a Kötönyvezér Egyesület, akiknek a tervezett programjait ismertette. Dr. Pintér Zoltán Árpád karcagi egyesületi tag is az általa közelmúltban írt Fabrici Kovács Mihály Huszár ezredesről írt könyvéről tájékoztatta a jelenlévőket. A Kunszövetség elnöksége 2020-ban hagyományőrző tevékenysége elismeréséül a fiatalon elhunyt alapító tagjuk emlékére Sudár István emlékdíjat, Györfi Sándor Kossuth díjas szobráz alkotását Hunyiné dr. Domokos Emőke Kunszent Miklósi íjász részére adományozta. Idén a Sudár István emlékdíjat egy Kunszent Miklósi íjászhölgy kapja, aki többszörös világbajnok, többszörös Európa-bajnok. Én azt gondolom, hogy jó helyre kerül ez a díj. És Horváth György kunkapitány, emeritus kunkapitány, aki alapító tagja volt a Kunszövetségnek, első nagy kunkapitány volt az elmúlt évtizedekben. Én azt gondolom, hogy az ő által fémjelzett díjat, amelyet Györfi Sándor szobrászművész fog elkészíteni, a lovasversenyek kiemelkedő teljesítményt nyújtó lovasának, ugratójának, hagyományőrzőjének vagy fogadhajtójának fogjuk átadni. Én azt gondolom, hogy ez a díj jövőre méltó helyre fog kerülni. Az elnökség megköszönte Kovács István, karcagi családi gazdálkodó és felesége, valamint Pengő Ferenc, a KUN Média Kft. Tulajdonosa támogatását, melyet a szervezetnek nyújtottak. A jelenlévők elfogadták a Kunszövetség tavalyi működéséről szóló beszámolót és az idei pénzügyi tervet is, amelyet KUN Csaba felügyeleti bizottsági elnök ismertetett. Kocúrné Tóth Ibolya, Tiszaszent Imre polgármestere arról beszélt televíziónknak, hogy mit jelent a település számára a Magyar Falu program, és milyen lehetőségeket biztosított községük számára. Üdvözlöm Kocúrné Tóth Ibolyát, Tiszaszent Imre polgármester asszonyát. Itt vagyunk a településükön, és egy kicsit átfogó beszélgetést fogunk folytatni, és elsőként kezdjük a Magyar Falu programmal. Mit jelent az ön számára, mit jelent a településük számára? Ennek a programnak az a legfontosabb eleme, hogy 100%-os támogatottságú. A másik, hogy rendkívül gyors. Mire gondolok? Ha pályázunk, és egy nyertes pályázatot aláírunk, az aláírást követően 5 napon belül a számlánkon van a megpályázott összeg. Ez nem csak nekünk fontos, hanem fontos a kezdővállalkozóknak, kevésbé tőkeerős vállalkozásoknak, kezdőknek. Ők is azonos eséllyel tudjanak indulni, hiszen nem utófinanszírozottak ezek a pályázatok. Rugalmasak, rendkívül rugalmas, mindig az aktuális problémákra keres megoldást. Konkrétan mire gondolok? Talán ilyen kis településen az utak problémája mellett, a rossz utak állapota mellett a kóborkutyák kérdése az egy nagyon kardinális kérdés. Örültem, hogy a Magyar Falu program keretében a felelős kutya tartása is lehetett pályázni, önkormányzatunk is pályázott kutyák ivartalanítására, védőoltására, csippel való ellátására. Szintén zseniális és csodálatos ötlet volt az állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása. Olyan állami ingatlanokról van szó, amely az állami feladatellátáshoz már nem kell,
az önkormányzatok közigazgatási területén találhatóak, és ezeket mindennek tudjuk. Egy ilyen ingatlanunk van. Nekem már van elképzelésem, de ezt most nem osztom meg, mert megvárom, hogy a kollégáknak, képviselőtársaimnak milyen elképzelései vannak, hát ha van jobb ötlet, és akkor ezt az ingatlant akkor fogjuk eldönteni, hogy hogyan hasznosítsuk. Fokozatosan bővül a Magyar Falu Program, minden évben van új elem. 2020-ban nagyon nagy örömmel értesültünk arról, hogy civil közösségi tevékenységek és feltételek javítására is lehet fordítani, illetve lehet pályázni. Éltünk a lehetőséggel. 3 hete volt nálunk egy nagyon nagy rendezvény, Kárpát-medence Szent Imre nevét viselő településeinek a 4. Tisza-Szent Imrei találkozója, a Bethlen Gábor Alapítványhoz pályáztunk, hiszen a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT bonyolítja ezeknek a civil szervezeteknek a pályázatait, de pályázott a Nyugdíjas Egyesület is sikeresen. Ők egy térségi vidámművek fesztiválját bonyolították, a Polgárőr Egyesület, Tisza-Szent Imre Népművészetért Egyesület. Fantasztikus dolog. Tisza-Szent Imrén a lakosság közel 30%-a tagja valamilyen civil szerveződésnek. Semmilyen támogatásuk korábban nem volt. Az önkormányzattól fügtek, mi éves költségvetésünkből 2 millió forint támogatást adtunk a civil szervezeteknek. Nagy összeg volt számunkra, és örülünk, hogy most már más lehetőség, más forrás is van. 21-ben ismét bővült a falu program. Nemrég olvastam és hallottam a médián keresztül, hogy bezárt kisboltok nyitására lesz lehetőség. Én tudom, mit jelent az, ha valamit bezárnak. 2009-ben, amikor Újszentgyörgyön a közigazgatásilag Tisza-Szent Imréhez tartozó 230 fős kis településen bezárt a posta, láttam az ott élő embereknek a kétségbeesését, hogy ez már az utolsó olyan szolgáltatás, amit helyben vehettek igénybe. És nem győzök hálát adni a Magyar Posta rugalmasságának, hogy megengedte, hogy mi az önkormányzat működtessük. Nem hiszem, hogy sok olyan település van ma Magyarországon, ahol az önkormányzat működteti a postát. Felújítottuk a posta épületét, mi álljuk a rezsit, mi visszük ki a postást, a Magyar Posta munkabért adja. Tehát csodálatos, fantasztikus, nekünk találták ki, és nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és reméljük, hogy folytatódni fog a Magyar Falu Program. Mobil ivartalanító állomást adtak át Tiszaburán a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat felelős állattartási programjának részeként. Az esemény után tanácskozást tartottak a polgármesteri hivatalban. Óvádi Péter a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos azt mondta, hogy a kóbor állatok számának csökkentése csak ivartalanítással érhető el. F. Kovács Sándor a térség fideszes országgyűlési képviselője közölte, az ivartalanítási program az első lépés, de mellette az emberek szemléletformálására is szükség van, felelős állattartásra kell nevelni a gazdákat. Háziasították a kutyát, a kutya úgy élt, mint sok helyen, mint egy falkába élt a emberek által lakott települések mellett. És most is ezek a kóbor kutyák, ezeknek van gazdája, mert kötődik egy emberhez, kötődik egy családhoz, kötődik egy közösséghez. Ezek jönnek, mennek a kutyák, és azért örülök, hogy a Máltehez hozzákezdett, mert nem csak a kutyákkal kell foglalkozni. Mert az lenne jó, hogyha Nyugat-Európában, hogy a civil szervezetek, az állatmentők, azoknak az állatokkal kellene foglalkozni, akinek akár elhunyt a gazdája, valami probléma miatt nem tudja a család tartani, és akkor egy menhelyre kerül. De ez egy teljesen más, ez a kóborló vagy kóborkutya, teljesen más kategória, ugyanúgy élnek, mint 20 000 éve az emberi települések mellett, nem volt kerítés, nem volt utca, kötődött néhány emberhez, és az örülök, hogy a Málta ezzel foglalkozik, mert más dolgot is meg kell oldani.
Az a család, akinek nincs víz a házában, nincs kerítés az udvarán, attól hogy várjuk el, hogy a kutyájára vigyázzon? A kutya, amikor enni adnak neki, akkor ott van, amikor nem kapott enni, akkor a falu vagy a város másik végén. Párhuzamosan kellene ez az úgynevezett tudatos állattartást nevelni. Itt polgármester úr nagyon sok dologgal foglalkozik, az emberek tudatosításával, és amikor foglalkoztak azzal, hogy a korai gyermekvállalást az itteni lakóknál kerüljük el, akkor a fiatal lányok minél később vállaljanak gyermeket. Az embereket kell nevelni, és akkor ez a kutya is dolog is rendben lesz, ha megszűnik ez a települések körül lévő kutyafalkát, újra fog termelődni. Nagyon jó dolog, évek óta vártunk erre az ivartalanítási programra, mert az első olyan lépés, ami nem csak az, hogy az áradó folyóból vödörrel merjük ki a vizet, hanem teszünk is valamit. Ez olyan, én nem is mertem reménykedni benne, hogy ehhez hozzájárulunk, mert látom, hogy a menhelyeken gyűlnek a kutyák, nem tudják őket elhelyezni, és látom, hogy a települések akár Tiszabúrán, Tiszabőn, vagy Fegyvermeken, vagy Karcag bizonyos város részein megoldhatatlan a helyzet. És én azt gondolom, hogy ez az első lépés nagyon jó lépés, de mindenképpen abba az irányba kell menni, hogy a gazdák a tudatos állattartás irányába menjenek, és én kicsit drasztikusabban is fellépnék, hanem az, hogy megnézni a kutyát, van-e gazdája, nincs gazdája, ha nincs gazdája, el kell vinni, kiderül, hogy van gazdája, de nem fogja felvállalni. Ha mégis van gazdája, akkor megkérdezzük, hogy tenyésztő, vagy nem tenyésztő. Ha nem tenyésztő, akkor azt mondjuk, hogy akkor neki nem kell szaporodás képes kutyának lenni. A tenyésztő, akkor meg azt mondjuk, hogy aki tenyésztő tényleg olyan kutyát tart, az néhány ezer, néhány tízezer forintot be tud fizetni. Aki nem akarja, annak lehet a kutyáját ivartalanítani. Vecsei Miklós, a 300 legszegényebb település felzárkóztatásáért felelős miniszterelnöki biztos arról beszélt, hogy a szeretett szolgálat programja révén lehetőség nyílik a kutyák helyben történő ivartalanítására és térítésmentes oltására. Farkas László, a mintegy 3200 lakosú Tiszabúra polgármestere elmondta, a település rendkívül nagy problémát jelent a több száz kóbor kutya. A Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat sajtóközleménye szerint a legszegényebb településeken több ezer kutya nincs beoltva és csippel ellátva. A kerítés nélküli porták miatt folyamatos problémát jelent az ellátatlan szaporulat, amely közbiztonsági és járványügyi veszélyt is jelent. Több településen az iskolai késések hátterében is az áll, hogy a gyerekek az utcában kóborló kutyák miatt nem tudnak tovább menni. A programban eddig több mint 800 kutyát ivartalanítottak, és 250-et fogadtak örökbe. Emellett a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Az elmúlt hetekben 10 helyszínen sikeresen zajlott a mobil ivartalanító állomás próbaüzeme. A tervek szerint mobil állatorvosi ellátás hetente két helyszínen is lesz, előzetes igényfelmérés után. Egy alkalommal átlagosan 20 kutyát tudnak helyben kezelni. A Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium területén a maszk használata kötelező lett. Már a tanteremben is maszkot kell viselniük a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium középiskola diákjainak. Az iskola vezetés, de mondhatom, hogy az oktató testület döntése ez, a megelőzést célozza meg. Intézményünkben jók a mutatók, tehát ebben a pillanatban nincsen beteg gyermekünk, legalábbis covidos. A dolgozóink közül az oktatók mindegyik egészséges. Minden héten a tanév kezdetétől a legelső órában, a hét első tanítási óráján összesítjük a hiányzókat. Jelenleg 10% a hiányzó, de ebben minden típusú hiányzás benne van. A mutatóink tehát jók, viszont nem szeretnénk átélni még egyszer azt a érzést, amit a harmadik hullámnál, amikor is két dolgozónkat elveszítettük. A szabályzat alapján arra kell törekedni, hogy a diákok között meglegyen a másfél méteres védőtávolság. Ha ez nem megy, akkor órán is szájat és orrot eltakaró maszkot kell viselni.
intézményünkben a mai naptól kezdve kötelező a maszkhasználat, illetve a belépéskori fertőtlenítést. Még testhőmérsékletet nem vezettünk, mérést nem vezettünk vissza, viszont gyakorlatilag folyamatos volt eddig is a tantermekben elhelyezett kézfertőtlenítés, illetve a mellékhelyiségekben, mosdókban való fertőtlenítésre való lehetőség. Az órák után a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Alaposan ki kell szellőztetni, és a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközöket is fertőtleníteni kell. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Vigyázzunk egymásra, viszontlátásra!